Zsombó. 3000 fős település Szegedtől néhány kilométerre. Átlag tengerszint feletti magasság 80-120 méter. Mi a frászért kellett ilyen szülessek, mert hogy ha valami alpesi ország közepén születtem volna, vagy van egy pár kedvenc helyem, ahol nem kell alpokban, ha van tenger, szikla, erdő, víz, folyó, ilyesmi, akkor az nekem tök jó lett volna. Nem ott születtem, szóval ez mindenhonnan messze van. A hegymászók dacos emberek. Dacolnak a gravitációval, a magassággal, a meredek sziklafalakkal, és ha kell, mindazzal, ami útját állhatja annak, hogy szenvedélyüknek hódolhassanak. Táborosi Gábor 20 éves kora óta a hegymászás szerelmese. A vasfüggöny mögött a fiatal szegedi egyetemistának csak ideig óráig volt elég a Tátra, rövid időn belül újabb kalandokra vágyott. Nekem az egyetem azt írták rá, hogy külföldre utazásomat nem támogatják. Akkor én meg bementem a TU-ra, és mondtam, hogy innentől nem kívánok az egyetem hallgatója lenni. Tehát egyszer eldöntöttem, hogy akkor inkább leszek hegymászó, mint sem matematikus. Ez tény. Volt egy ilyen megbízható standard, amit tudtam teljesíteni, de hát nagyon sokkal jobb hegymászó tömkelegért a saját generációmban is itt körülöttem. Már úgy körülöttem, hogy Magyarországon. Bizonyos mennyiségű nyelven is megértem azt a 200-300 szót, ami a szakirodalomhoz kell. Sokkal elkezdtem lefordítgatni szakirodalmakat, amikor interneten is lehetett találni dolgokat, akkor még könnyebb volt, de én megvettem a szakkönyveket, megvettem a hegymászókkal azokat a térképeket, szóval hogy ott úgy próbáltam fontoskodni, több időt szántam rá, mint mások. Nem is építettem magamnak egzisztenciát, nem is volt otthonom, nem is volt semmi, viszont ez meg szórakoztató, ezzel foglalkoztam. Gábor 12 évet várt az első nyugat-európai túrára, majd újabb 10-et a nagy lehetőségre. 2002-ben végre úgy tűnt, életében először csak a választott hivatásából fog élni. Alaszkai hegymászás, hegyi vezetések és egy különleges Himalája expedíció várt az akkor 48 éves kalandorra. Egy vasárnap délutáni, pont befejeztem az arra a hónapra esedékes hóközi óriás plakát ragasztáson, és a legutolsó kis papírfesznek a fölragasztása közben fölborította a szél a létrámat. Az így elcsúszott a lábam alól, és a létra fogt meg a jobb talpam alatt maradt, és hogy lezöttyentem, akkor szerteszéllyel ment a bokám, az ugrócsontom. 40%-os rokkantként gyakorlatilag a hegymászó pályafutás véget ért. Gábor néhány centire a csúcstól újra a földön találta magát. Első pillanatban jöttek olyan gyerekek, ilyen 10-11 éves kölykökből jó pár, akik nagyon ügyesek voltak, nagyon jól mozogtak, és úgy kihívás volt nekem, rettentően megtetszett, hogy ezekkel a gyerekekkel foglalkozunk, és na, akkor majd valamit kihozunk belőlük, és villám gyorsan. Tehát néhány hónap alatt országos bajnokat neveltem belőlük, és akkor onnantól kezdve, jaj, de jó, most sportmászó edzőként határozom meg magam, és ez úgy tetszik is. Megvettük ezt a valamit, és csak annyit láttam, hogy van 5000 négyzetméternyi gaztenger, tehát lehet itt valamit csinálni, fogalmam sem volt mit, de hát valamit kéne legalább a saját gyermekeim számára. És akkor közben Budapesten bontották le sorba az ilyen-olyan mászobjektumokat, én meg nagyvonalúan mindent fölvásároltam, ide vele majd itt csinálunk vele valamit, aztán próbáltuk összerakosgatni, tehát 5,5 éve lakunk itt, még nincs is annyi, 5,1 éve, akkor jött az ötlet, hogy na akkor ide most már építsünk valamit, aztán elkezdtük. Ez a több mint 50 tonnás műszikla ugyanis a táborosi család portáján, egészen pontosan a hátsó kertben áll. Terápiás célból ez nagyon-nagyon fontos. Szabadidős tevékenységként, de szórakoztató. Van olyan sikerélmény, hol fölmentem annak a tetejére, ez egy nagyon jó érzés kell legyen, de itt
a szülőknek az első pillanatban megmondom, hogy, hogy jó, akkor akinek azt mondja, hogy jön a versenyzői csapathoz, akkor az élsport lesz. Nem futballisták, ők nem fognak megélni ebből, nem. De itt ez a három fiú, aki éppen most látszik a háttérben, ők bármelyikük ott lehet a 2020-as olimpián, mert vélhetően akkor olimpiai sportág lesz a miénk. Simán belekerülhetnek még akkor a magyar válogatottba. Ők azért a saját korosztályukban már sokszoros magyar bajnokok. Tehát nyugodtan lehetnek olimpikonok. Na, akkor már azt mondom, hogy megéri. Nem? No, fogd meg, gyöngyös, told rá! Minden más tevékenységet abba kellett hagyjak, hogy ezzel tudjak foglalkozni. Hát ilyen olyan pályázatokból most még érdeket állunk, aztán majd egyszer csak önjárónak kell lenni a dolognak. De nem csak ez, szóval a mászófal az önmagában kevés. Tehát most nekem olyan pályázataim vannak folyamatban, amihez nem kapom meg az előlegemet sem, nem hogy rendes pénzmennyiséget, amiből itt ilyen kötélpályás, kalandpark, medence, biciklipályák, minden kutyafüle lesz. Szóval itt egy ilyen életforma modellt megteremtő valami ökocentrum lesz rám. Nem látszik még, de egyszer csak majd lesz ilyen. Itt élek ennek a műfajnak közelében, és szerintem jól érzem én magam így. Meglepő kijelentésnek tűnhet, hiszen az igazi csúcsra végül nem sikerült feljutni, de Táborosi Gábor talált magának egy saját csúcsot, ahol ő az úr.